Szervusztok, üdvözöllek titeket a Sikervitamin csatornán, és a mai Sikervitaminunk az egy különleges lesz, hiszen van egy fantasztikus vendégem, akit szeretnék bemutatni, úgyhogy üdvözöllek, Dénes, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a nézőket is! Dombovári Dénesnek hívják, és ő úgy szokta magát bemutatni, a földbirtokos, és valóban így van, az egyik legnagyobb tudású földbirtokkal, befektetéssel kapcsolatos témában a legnagyobb tudású szakember, amellett, hogy befektetés, amellett, és ez talán az érdekes dolog, amellett, hogy egy oktatási rendszert is fölépített befektetési témában, kimondtan föld és erdő témában, és ebben egy komoly csapatot épített föl, egy komoly közönséget, és egy komoly ilyen, mint a miénk hasonlóan, egy mastermindot, sőt többet is. Úgyhogy Dénes, kérlek, mesélj egy pár szót, hogy az a mastermindben együtt vagyunk, ez a oroszlán, vagy profit oroszlán, mert közös videóink vannak, ezt sokan láthatják egyébként, majd belinkelem alulra ezeket a videókat, a csatornát. Mondd egy pár szóba, hogy mivel alapító tag vagy ebben a csapatban, és az egyik meghatározó tag, mondj egy pár szót, hogy mi az, amit adott neked esetleg, mondj egy pár történetet, hogy lássák a nézők, hogy miért jó egy ilyen kiváló csapatnak a tagjának lenni. Azzal kezdeném, hogy a tagságot én kerestem. Nem találtam, nem tudom, mit keresek először, de kerestem, és nem volt mindegy az embernek, hogy milyen közösségbe vannak az emberek barátai, milyen közösségbe jár. Van a barátai is, nagyon jól el voltam én is, de ugye van az emberek egy szűkebb családja, nekünk is van, a szüleim is vállalkozók, még a mai napig is, de egy idő után eléri mindenki az üreplafont. Ők is, én is, és mindenki más, tehát nem, mert ez ahol nincs kivétel, a Einstein is eljött a üreplafonját, tehát mindenkit, nem akármilyen okos ember. És ezek után tovább kellett volna lépnem, a családon kívül kellett volna lépnem, és akkor elkezdtem keresni az interneten és minden más fórumon lehetőségként. Ismertségeket, barátokat felkerestem, hogy hol lehetne ilyet találni, és aztán pont, ugye az én számgesztetikai tudásom az elég gyenge, és pont lemaradtam, és az Istvánnak az első mastermind kurzusáról, és aztán hívtam István telefonon, hogy hát mikor indul, hát mondta, ez bezárult, és majd legközelebb indul, akkor majd jelentkezek. Jó, meg kellett várnom ezt az időpontot, hogy megjelentkezést beadtam, és elindult egy bicskei kis étterembe, találkoztunk először, nagyon érdekes emberek voltak, sokszínűek voltak, de a célunk ugyanez volt, és ez volt a fontos benne, hogy mindenki fejlődni akar. Tehát különböző fejlődési fokon álltunk, nem mondom, hogy én voltam a legjobb, sőt, szerintem én voltam a leggyengébb benne, de főleg a számtestetekre ismerteket, de a lényeg, hogy egymás ezek után, amikor megismerkedtünk, ott kialakult egy kapcsolat, aztán ebből egy barátság lett. Tehát az ember ilyenkor, mint én is, nehezen talál már őszinte barátokat. Nem tudom, te hány éves, hogy aki nézi ezt a filmet, de gondold végig, hogy a barátot fogsz találni, de őszinte barátságokat fogsz tudni építeni. Mert a probléma az embereknél, hogy egy idő után anyagiassá válnak. Vagy azért, ha ismertség körül a barátod, akkor azért vagy abban a szakmában dolgozik, konkurenciát tekint rád. Hiába vagytok barátok, de mégis az idejét veszi el. Tehát egy csomó olyan determinált tényező van, viszont egy vadidegenen ismerkedsz meg egy ilyen klubba, ahol odafújt a szél, tehát szó szerint odafújt a szél, mert az ország minden tájáról vagyunk mi is, és mégis, sőt, van, aki már külföldön is él ezek közül, és mégis olyan erős ez a kapocs, hogy ezt nem lehet, tehát ezt venni nem lehet. Nem a pénz az érdekes ebben, hanem ezt a lehetőséget, hogyha valaki meg tudja szerezni, akkor ne hagyja ki. Igen, hát több éve visszük ezt a csapatot, és ezt mindig megemlíted, és ezt mindig így megjegyzem én is, hogy azt mondod, hogy te a legkevesebb informatikai tudással, viszont van egy dolog, lehet, hogy te így gondolod, de a leggyorsabb tanulóképessége viszont te rendelkezel, mert nem olyan láttam olyan embert, mint aki fogja magát, azt mondja, oké, hát ezt megtanulom, és megtanulja. A legtöbben azt mondják, nem tudom. Szóval lehetséges, hogy eleinte kevés volt az informatikai tudásod, de ma már saját YouTube csatornád van, saját módot készíted a videóidat, és gyakorlatilag ezeket optimalizálod, teszed fel a YouTube-ra is, így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyors fejlődést jelent. Mondd egy pár szóval, hogy mi az, amit kitűztél célul, akár az elején, vagy menet közben is lehet, hogy alakult ez a gondolat, volt egy-két sorsfordító gondolat, vagy momentum, vagy pillanat, és hova jutottál el, és mi az, amit fölépítettél, és volt egy mondat, amikor ha ebből több pénz jön, mint abból,
ezt ha elmondanád, ez egy nagyon érdekes történet, mert igazából ez még az elején nem volt meg, hanem menet közben alakult. Igen, tehát amit ahogy mondtad is, a klub, nem a klub, ez a mastermind csoport, ez sok emberből áll, tehát több emberből, és ez a sok embernek a problémái, fejlődő képessége, ez engem jobban intett. Tehát szociálisan érzékenyebb voltam, gondolom, ebben viszont úgy gondolom, szociálisan érzékenyebb vagyok, mint többiek, nem magamat helyeztem előtérbe, mert én, ahogy a társadalmat végignéztem, se anyagilag, se tehát családilag, se mindenhogy, tehát én úgy gondolom, hogy jó színvonalon, és ez a jó színvonal, ez amit amit nehezen enged az ember egy jobb dologért. És hogy az emberek miért legyen, és bennem ott az a tűz, hogy én jobbat szeretnék, a jótól is jobbat szeretnék, mint többet szeretnék, és nem állok a titkot, szerintem jó egy-másfél évig is ültem, mint nem csendben, de ültem, tehát nem a magam dolgaival foglalkoztam, hanem a többieknek próbáltam segíteni, mert láttam, hogy van szükségük rá, és talán tudok neki segíteni is, más szemszögből István mellett meg tudtam világítani két dolgot, akár is remélem, és ahogy mondtad is, volt ez a ominózus kirándulásunk a hajódon, és ott elhangzott egy mondat az egyik társamnak a szájából, ma is köszönöm neki, utólag is köszönöm neki, hogy megtette ezt. Az, hogy ilyen fölbítogos vagyok, és mi mezőgazdasági területen is foglalkozunk, és ezek után járnak támogatások. És ott elhangzott, hogy mekkora támogatást összekapok, és a csoporttársam az elmondta, hogy hát akkora tudásod van neked, hogy ezt simán megkeresed, hogyha csinálsz egy ilyen, te is egy klubot, egy rendszert csinál, építesz fel, és akkor te is simán meg fogod tudni keresni. És akkor ez úgy, mint amikor valakinek így megrázzák árammal, tehát, hogy tényleg ezt meg tudnám csinálni? Tényleg, igen, meg tudom csinálni. És amit az erőt adott benne, hogy amit én nem gondoltam magamról, az más simán belém látta. Tehát lehet, hogy te is tudsz olyan dolgokat, amit el se hiszed magadról, hogy tudsz. Én tudtam, hogy az, hogy én YouTube filmet, hogy én filmet vegyek fel, vagy most nem erről van szó, tehát nem erről volt szó, de nálad nem is erről van szó. De volt, kellett egy olyan lökés, mint amikor az ember lelőtt a szikláról, és elkezd repülni. Csak mint a fióka. Hát van szárnya minden, van tolla is, csak egyrészt tud repülni. Csak kitárta az ember száját, és egyszer elkezd siklani, elkezd repülni, és egyik ágról másik a száj, és utána működni fog a dolog. Mert én is így voltam, ez a lökés kellett nekem, hogy valaki felfedezze bennem azt a dolgot, amit csak megvoltak bennem, csak én nem tudtam, ezt meg tudom csinálni. És azt mondja, hogy meg tudom csinálni, és akkor István tudja nagyon jól, akkor csináljuk. És akkor nekem nem kell több, nekem ennyi kell, hogy csináljuk. Jó, akkor megcsinálom, és akkor megcsináltam, és most van a YouTube csatornám, már most fogja befejezni a második csoportom a képzésemet, ez már igen, és közben indult egy harmadik csoportom is, és minden gömbölyű, és igaz ez Csabának, meg fogom keresni azt a pénzt. Igen, és hadd mondjak el egy példát, én emlékszem egy másik pillanatra, amikor azt hiszem Szombathelyen voltunk egy ilyen közös tréningen, tehát kommunikáció vagy tárgyás, valami ilyesmi volt, és akkor egyszer csak elkezdtél mesélni valamiről, beszéltél, és nekem ott feltűnt, hogy te nem is tudod, ezek a szárnyak, de nem is tudod, hogy egyszerűen mindenki tapadt rá, amit mondasz, mert olyan érdekesen, olyan hitelesen, olyan, egyszerűen nem tudtak másra figyelni, nem tudja a legtöbb ember lekötni így a többieket. És gyakorlatilag ott akkor kezdtünk el ebbe kapacitálni téged, és azért örülök nagyon, hogy mi amennyit tudtunk segíteni, remélem segítettünk hozzá, nyilván a sikert te csináltad meg, de pont említettem tegnap egy közös ilyen mastermind találkozónkon, hogy elérted már a 300 videót. Azért ezt te se gondoltad volna eleinte, nem? Hogy... És ezt hadd mondjak el egy dolgot, amit a szerénységben nem fogsz, hogy ráadásul a nézőid jelentős része olyan, hogy megnézi mindent. Tehát, mivel neked nagyon jó, te rövidebb videókat csinálsz, ezáltal sokkal jobban egy témára fókuszálsz, és gyakorlatilag egyiket a másik után, mint a lánc dohányos, csak éppen itt a videókkal. Szoktad időnként mesélni, van egy-egy néző, aki eljön hozzád, és szeretne coachingot, személyes coachingot kapni tőled, hogy keressen pár tíz milliót a földből, elmondja, hogy mindezt végignézte. Tehát ez azt gondolom, hogy ez az erő, ami benned volt, csak ki kellett hozni, és amit tudtunk, persze, keveset segítettünk, de nyilván ez a te fantasztikus sikered. Hát azért ez nem írjuk is az én sikerem, ez a közös sikerünk, úgy gondolom. Az másképp is az én számlámon jelenik az összeg, de egyelőre. De igen, ez egy csapatmunka volt, tehát ez Zsondrámhoz. Mindenki az tette, amit tudott.
És pont tegnap beszélgettünk arról a Mastermind-ba, az oroszlán csapatban, hogy pont van két olyan tagunk, aki ilyen, ahogy te is már túl vagy rajta, egy ilyen áttörés előtt áll, és hogy hogyan, milyen módon segítsük, és milyen módon csináljuk azt a közös projektet, amiről most nem beszélhetek még, mert titkos, de ami a lényeg, hogy ott föltettél egy nagyon érdekes kérdést, hogy csinálnánk akkor, ha nem lennénk együtt egy mastermindba, és az derült ki, hogy pontosan azért, mert együtt vagyunk, és kialakult egy ilyen egymás segítő közösség, ami nélkülözi a féltékenységet, pont ebben a csapatban azt mondja az ember, igen, én veletek akarom csinálni azt a nem kis szabású projektet, amit leegyeztettünk. Úgyhogy mit javasolsz te, kinek javaslod, kinek lehet hasznos, egy főt tudunk most fölvenni, egy főt tud jelentkezni, de ki az, akit te szívesen látnál a csapatban, aki úgy érzed, hogy hozzáadna, mert amit te elmondtál, egy nagyon fontos dolog volt, itt az emberek nem kivesznek mindig a fazékból többet, hanem mindig bele is tesznek. Egymás segítése az egy rendkívül fontos momentum ennek a csapatnak. Te kinek javasolnád, és mit, milyen apropóból? Tehát mondanám, hogy bárkinek ez nem egy általános mosóport. Tehát nem lehet mindenki, aki érez magában annyi feszültséget, vagy lanyhaságot, tehát hogy nem akar ott vanni, hanem most van. Tehát többet szeretne az élettől, úgy a vállalkozásában, úgy az emberi értékeiben, tehát hogy mi akar fejlődni tovább, csak ilyen emberrel szabad, legalábbis úgy gondolom, együttműködni. Aki csak szokták mondani, és nekem van, hogy hiénák, vagy bármi más, tehát a tanárban nem olyan emberre van szükség nekünk se, meg lehet, hogy neki se olyan, mert akkor csak a csoport nem sikerül, a csoportban való beilleszkedése, és mert hogy csak ki akar venni belőle, akkor az neki fog fájni, nem nekünk. De olyan ember kell, aki szeret többet, mint ahogy most van. Uh-huh. Tehát szellemileg vállalkozás önbizalomba van egy csomó olyan emberünk, már csoportban is, mondt más csoportban is, aki nekem megvan a tudása, mint hogy nekem is megvan, és én gondolom, hogy nem ők önbizalom hiányos ember. Csak nem fedezem fel magamba a lehetőségeket. De más meg látja, és ezért biztos vagyok benne, hogy másba is meg fogjuk találni. Tehát szokták mondani, hogy a boncasztalon derül ki minden, mi van benne az emberbe. Most egy kicsit mi egymást már ismerjük be, kiboncoltuk, feltártuk, és erősségeit, gyengeségeit. Ha te akarsz egy ilyen csoportnak a részese lenni, ahol megmondják, hogy mik a gyengeségeit, meg az erősségeit, és az erősségeit erősítve jobb emberré tesznek, sikeressé, anyagilag, szellemileg, családilag, bárhogy, mert azért azt észre kell venni, hogyha te most vállalkozó vagy, ennél se remélem vállalkozó vagy, akkor nehéz megtalálni azt a támogató közeget otthon, amikor este hazamész 9-10-kor, és elkezded mondani, hogy mi történt a boltba, de nem mondod, mert olyan fát vagy, és akkor leteszik el, hogyha feleséged van, és leteszik el a kaját, megeszed, lefekszel, és reggel kezdik a pörgés tovább. Nem tudom, hogy ez az élet értelme neked, vagy nem. Szokták mondani, és a csoportban is többször azt mondani egymásnak, hogy ne felejtsük el, hogy nem a vállalkozásodban kell dolgoznod, hanem a vállalkozásodon. Tehát a vállalkozáson. Tehát, hogyha neked még ez nem sikerült, ebbe biztos, hogy tud segíteni a csoportunk, vagy ez az oroszlán csapat, aki közé most ugye felvételt nyerhetsz, István szárnya alatt, és a vetésével inkább úgy gondolom. Tehát ez egy nagy lehetőség. És nem azért nagy lehetőség, mert én tagja vagyok, azért is, mert én is tagja vagyok, hanem azért, mert meg fog változni az életed pozitív irányba. Olyan pozitív irányba, amit el tudsz képzelni. Tehát én is tudtam. Tehát mondom, én sem tudtam elképzelni, hogy egy év alatt 300 videó, amit fog tartani, annyi új, már maga miatt is, annyi a csoporton kívül, az én új csoportjaimban, annyi új emberrel és annyi pozitív emberrel, rossz mondom, annyi minőségi emberrel találkoztam, akit valószínűleg, hogyha utcán találkozunk, elmentük egymás mellett, és sosem beszéltünk, vagy szót se. Így meg, hogy bevonzottuk, szó szerint bevonzottuk a pozitív embereket, annyit mit adott hozzá az életünkhöz, úgy a családomhoz, meg a sajátomhoz, hogy estét tök képzelt. A szemet leírni nehéz el megfogalmaz, legalábbis most nyakunk pedig jó volt a irodalomban régen, sok követ olvasok is, és nem, egyszerűen nem lehet felfogni ezt, hogy milyen észrevétlenül belopózik az életedbe a fejlődés. Ezt most azért mondom észrevétlenül, mert természetesen veszi, hogy
van már hámsz videó, nekem már most István nem mondja, nekem az eszembe is jut, hát van már hámsz videó, tehát természetesé vált. Az első 20-tál még nem, de a hámszadiknál, hát mi volt tavaly ilyenkor, semmi nem volt még, egy videó sem volt. Most meg már van hámsz videó. Nem az a szörnyű az benne, az emberek hisznek. A hitelességet is megkaptam, mert ahol te vagy, nem biztos, hogy hiszetek el, egy teljesen más kört tudsz elérni. Lehet, hogy egy rossz család jó gyereke vagy, küzdesz az elemekkel, ott a közösségeddel, szoktam is mondani az én saját klubomban is, hogy a kisebb településen vagy ott a helyi hierarchia, az megvan. És ha nem egy jó családhoz születtél bele, hanem valakinek a fia vagy, utolsó fia vagy, és nem igazán egy nívós család, attól te még lehetsz nívós ember. Nem is kicsit. Valószínűleg meg tudod venni az összes többi embert szellemileg, de mivel beskatulyázzák az embert egy vidéki kisvárosba vagy településen, ezért ebből ki kell tudni törni. És kitörés a legegyszerűbb módja itt van. Szuper. Igen, én is így gondolom, és én is köszönöm, és hálás vagyok minden tagunknak egyébként, mert én is sokat tanultam a Mastermindba, ez egyértelmű, és nagyon sok fantasztikus élmények voltak, a személyes találkozók. A végig gondolom, hát nem is tudom, most az éveket kéne, több mint 2 éve, vagy 2,5 év alatt gyakorlatilag találkoztunk legalább 100-szor, legalább 100 napot együtt töltöttünk, amiben volt vitorlázástól kezdve tanulás, közös tréningek, fantasztikus. Szóval, hát ez egy különleges, egyetlen egy helyről van szó, úgyhogy nagyon jól gondold meg. Dénes, nagyon szépen köszönöm az idődet, és tudom, hogy hamarosan készülsz, nem sokára a te klubodban lesz egy meetingetek, úgyhogy sok sikert hozzá, és egyébként személyesen is hamarosan találkozunk. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy szeretne egy rendkívül és tényleg rendkívül csapatnak a tagja lenni, akkor egy helyre van jelentkezés, és akkor találkozunk a sikerhez, sikervitamin.hu-ra írjál egy e-mailt. Dénes, nagyon köszönöm az idődet, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, és jelentkezz, ne felejtsd el. Ezért ez a sorsfolytója lehet. Ez így van. Köszönöm, sziasztok! Szervusztok!